Számomra, hogy ennyien összejöttünk, bár még egy-két emberre számítottam. Én tisztelettel köszöntöm a mai közgyűlésen megjelent polgárjogtársakat. A magam, illetve a polgárjogtársaim nevében köszöntöm Jászlóvics László urat, ő a megyei szövetségnél elnöke helyettes. Bakó Károly alezredes urat, szakreferenst, a megyei szövetségtől Váródi László, ő a hármas régió vezetője. Köszöntöm Nagy József százados urat, ő a Baktor-Örönházi városi rendőrös megbízott vagy kinevezett parancsnoka. Annyit tennék hozzá, hogy tulajdonképpen ez a megbízatásról jó egészséget kívánok, és maradjon meg a jövőben is az a kapcsolat, amit a rendőrséggel tudnál. Köszöntöm az ön munkatársait, Olaj János őrnagyot, Kovács Gábor alezredes urat, és Titkos Zoltánt, ő mindenki ismeri, hiszen ő a KMD-s helyi megbízott. Hát azt mondom, hogy nagyon sokszor találkozunk úgy vele, hogy... Köszöntöm Petro Istvánt, a Baktor-Örönházi Polgárőr Egyesület elnöke, de mint informatikus nagyon sokat segít, nem csak nekünk, hanem a hármas régió feladatainak a megoldásával, és ezúttal is köszönjük a munkáját. Köszöntöm végezetül, és nem utolsó sorban, Simon József polgármester urat, Molnár Tibor jegyző urat, hiszen ha ők nem segítenének bennünket, a Bári Zoltán polgármester, akkor tulajdonképpen ez a tisztelt társaság nem biztos, hogy ilyen vegyszámmal összejöhetett volna. Köszöntöm Balogh Gyulát, ő a kisebbségi önkormányzat elnöke, és végezetül tisztelettel köszöntöm a Ramocsári képviselőtestület tagjait, akik megtisztelték bennünket, és kíváncsiak a munkánkra. Ezek után rátérnénk a napirendi pontokra. Azt hiszem, hogy mindenki megkapta a meghívót, és abban rögzítve van, hogy tulajdonképpen mi a mai közgyűlés és a mai feladatunk. Megállapítom, hogy határozott képes a közgyűlés, és javaslom jegyzőkönyvvezetőnek itt a forgatókönyv, amit át kell írni, mert valakinek objektívabb közel asztalos Anitát, és hitelesetőnek javaslom Borolóczky Istvánt és Szabó Andrást. A napirendi pontokkal kapcsolatosan, ami első napirendi pont a éves értékelés, a 2012 év munkának értékelése, második a gazdasági beszámolós, ezt egybe fogjuk megtartani, harmadik új felvételes és kizárás, és egyedek, ha esetleg lesz, és így tájékoztatásunk közlöm, hogy az első napirendként fogjuk a beszámolókat, illetve a gazdasági, a pénzügyi gazdálkodásnak szóló jelentést is tárgyalni, és azt követően fogjuk a hozzászólás esetleg azt megtenni. Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan, illetve az általam javasolt személlyel kapcsolatosan van-e valaki meg kifogás esetleg, javasol-e valaki más személyt? Amennyiben nem, akkor azért egy áldásunkat adjuk a napirendi ponttal szavazásra. Kérem, szavazzunk! Köszönöm szépen, mikor azt mondják, hogy látható többség, megszavazta, úgyhogy egyértelmű, hogy a közgyűlés elfogadta. Rátérve a napirendi pontra, tisztelt polgárőrtársak, tisztelt vendégek! 2011-es, 2012-es évek a változások éveként jelenik meg az egyesületünk életében. Sorra alakultak meg különböző fantázia néven jogellenesen egyesületek önmagukat egyedi jogokkal felruházva. Az Országos Polgárőr Szövetség, valamint a jogalkotók
szükségesnek látták a Polgári Egyesületre vonatkozó törvény megalkotását, melynek betartásával alapulhatnak, működhetnek egyesületek. De azt hiszem, hogy ezt a 2011-es évben elfogadott törvény tartalma. Egyesületünk az elmúlt időszakban, jelenleg is a hatályos jogszabályokban meghatározott feltétel szerint működött, működik. Önkormányzat kezdeményezésre 1991-ben alakult egyesületünk. Azért ezt hozzá lehet tenni, hogy annak ellenére, hogy nagy volt a fluktuáció, azért ez a mag, aki tulajdonképpen egy minőségi változáson ment keresztül, megmaradt. Szükségességét napjaink tapasztalata is igazolja, az országos változás jelentős feladatot jelent az egyesület számára. Kötelezően előírt adminisztrációs munkák teljesítését már többen szóvá tették, kifogásolták különböző fórumokon az egyesület elnökei. Igazolványcsere, harmadszor, szolgálat szervezése, statisztikai kötelezettség, polgárőr egyesület működési megállapodás, vizsgák, alapszabály módosítása. Ez olyan feladatot jelent, hogy már azt hiszem, hogy itt a jelenlévő vezetők is szolgálást fogják tenni, és azt hiszem, hogy a felvetésemet igazolni fogják. Hírközlési szervek által naponta a helyi polgárőr egyesület feladata a település közegyének közbiztonságának megőrzése, illetve megőrzés. Fokozott figyelmet kell fordítani az idős, illetve egyedülélő lakosokra. Sajnos a településen jelentős a fent említettek száma, nagyon sok az egyedülélő, és majd kitérek arra, hogy miért beszélnek, és minek vannak kitérnek. Hírközlési szervek által naponta sokkoló híreket hallunk, különböző rablásokról, betörésekről, a lakosság félelemérzete egyre jobban növekszik. Megkívánom jegyezni, település nem tartozik a minden fertőzött kategóriába, azt hiszem, hogy az itt lévő rendőröknek és jelentős szerepe van abban, hogy arányban azért csökkennek ezek a önkéntes tevékenység esetleges cselekvések. Ha megnézzük azt, hogy a hírközlő szervek által, csak említek egy pár települést, Bag, Tisza, Bod, Kenderes, a forró kályhát elviszik. Sorra törnek be lakásokban, és olyan félelem érzete van a lakosságnak, hogy szinte, azt hiszem, hogy televízióban mindjárt láttuk, hogy ez már kriminális helyzet, és ebben nekünk van szerepünk, egy-két momentumot majd ki fogok emelni. De a feladatainkat, mint közfeladatot ellátó személyként látjuk el, de úgy, meghatározott feltételek betartásával. Azt tudjuk, hogy irányítani kell megfelelő felszerelés cselekvőképesen, mentálisan kell megjelenni, és azt a klasszikus hármas egységet, amikor azt mondja, hallani, látni, jelezni. Ezt a klasszikus három egységet betartjuk, mi nagyon-nagyon nagy segítséget tudunk nyújtani a rendőrségnek. Jelenleg az egyesület létszáma 34 fő, ebből jelenleg közvetlen 6-ra fogható 20 fő, mindenki csináljon egy önvizsgálatot, és gondolkozzon arról, hogy amit önként vállalt, tulajdonképpen illik segíteni, még akkor is, hogyha tulajdonképpen sokszor vannak bizonyos objektív akadályozó tényezők. A most elkészült igazolványokat azok vegyék át, akik tisztességesen elkívánják látni a feladataikat. A vezetőség munkáját is új alapokra kell helyezni, konkrét feladat meghatározásával. Az igazolvány kapcsolatosan egy észrevételem volt, amit megtettem a Menyei Szövetségnél Gerek Ittinek, hogy elsőként mentünk el az okmányirodába, és láttuk azokat a hivatalos papírokat, ami szükséges volt a cseréhez. És olyan vegyes saláta módon jönnek meg az igazolványok, hogy aki új belépő megkapta,
Szóval az, hogy nem tudom milyen rendszerben, de egy kicsit furának tartom. Úgyhogy be kell menni, le kell adni a régit, és nyilvánvaló, hogy busoljárásnak volt az időszaka, de hát azért ez fura, hogy összeszedjük és többször vigyük be ezeket az igazolványokat, amit én nem tartok jónak. Remélem, hogy hamarosan, egységesen kész lesz. A szolgálatot 2-3 fős csoportokban saját tulajdonban lévő gépkocsival teljesítjük. Üzemeltetési költséget az önkormányzat által biztosított, természetbeli jutatásból, illetve sponsori támogatásból fizetjük. Szolgálatonként 3000 forint értékben benzinköltséget számolunk el számla ellenében. Elszámolás teljesítése a szolgálati napról nyilvántartása szerint történik, tulajdonképpen van egy vezénylési lap, amin megbízás, azt viszi magával, és a szolgálati naplóban eseményeket és egyebeket viszve párhuzamosan rögzítjük. Szolgálat teljesítésének időpontjáról minden polgárőr írásos értesítést kap. Megvan minden egységben, hisz azt nem tartom jónak, hogy mindenki megkapja, és akkor valahogy tudatlan az, hogy ki mikor van, sőt, a titkos szolgálatot is igyekszünk bevezetni, hogy ne legyen az, hogy most szombaton, vasárnap, hétfőn, kedden egyik kiszámíthatatlanul. Minden esetben felhívom a figyelmet esetleges akadályoztatás esetén, személyesen megadott telefonszámon értesíteni szíveskedjenek. Többen ez irányú kérésemnek sem nem tesznek eleget. Önkormányzati támogatás hiányában az egyesület működés képtelené áll. Tudjuk nagyon jól, zárítani egy lábjegyzetként jelöltem meg, nagyon sokan rendelkeznek megfelelő anyagi háttérrel. Tudjuk azt, hogy a munkahely nem mindenki számára adatot, és személygépkocsi a saját gépkocsival, azt hiszem, hogy 400-valány forintos benzinnel nem tudja vállalni a költséget, de még mindig ez a legjobb megoldás, mert törekedtünk, vagyis kértük az egyesület részére személygépkocsit, de annak a járulékos költségei, üzemeltetési különböző adók még többbe kerül, és nem beszél arra, hogy közös leunat hát, ma sok gazdája van, az már az kriminális. 21 darab támogatói levelet küldtünk ki, sajnos a kereskedelmi egységek nem járulnak hozzá az egyesület működéséhez. Nagyon ritkán, és én ezt ő egy jobb marketing politikával megkeresni, mert azért itt élnek a faluból, mi támogassuk a megélhetőséget a fal, és azért azt hiszem, hogy mivel nem részes a személyesen, azért annyit elvárnám ember, hogy hozzájárulok, és egy-két szolgálat teljesítését gratulálok. Az egyesületnek támogatóink önkormányzat, takarékszövetkezet, posta, Méhész István, Málik Pál, Bárba Antal, az egyesületnek nyújtott támogatást magam, valamint a polgári társaim nevében tisztelettel megköszönjük. Hogyan végeztük a munkákat? Minden évben részt veszek Nyírbátorban megyei polgári szövetség évértékelő beszámolóján. Magtalon rendháza rendőrös vezetőjével az együttműködési megállapodást hozta a parancsnok úr, megkötöttük, kistérségi egyeztetési fórumon közösen tájékoztassuk egymást, rendőrséggel közös szolgálatot teljesítettünk. És remélem, hogy ez a együttműködés eredményes lesz, és tovább folytatódik, amit vagy esetleg javítunk, amit még lehet. Az időpontról, közös szolgálatról, időpontról havonta kapott írásos értesítés szerint. Eltulajdonított kerékpár megkeresésében segítettük a rendőrség munkáját, mely eredményes volt, az elkövetén is ismerté vált. Kapcsolatunk a rendőrséggel jónak mondható, rendszeres egyeztetésen mindig részt veszek. Véleményem szerint a közös szolgálat hasznos módszertani ismereteket nyújt a Polgárőr Egyesület tagjai számára. Azért is jó a közös szolgálat,
a tekintélyét a polgárőrnek neveli, hiszen kiszámíthatatlan, hogy abban a rendőrségi kocsiban adott esetben rendőr, együttesen a polgárőr, a rendőrséggel kíván, mert ez egy módszertanban is, meg viselkedésre is tulajdonképpen nem mindenki felel meg annak, hogy tulajdonképpen én ezt kimerem jelenteni, és ezért igyekszek olyan személyeket küldeni a kérnek, hogy azért az intézkedés folyamán én tanúsítsam megfelelő magatartást. A katasztrófa védelem nyilvántartásba vette egyesületünket, a posta igazgatásával együttműködését, megállapodást megkötöttük. Tegnap is volt egy olyan, hogy a riasztással kapcsolatosan, a riasztó beszerkező, vagy rendszerben hiba történt, és megkértem, és tájékoztattuk a rendőrséget, és azt hiszem, hogy tapasztaltuk, hogy folyamatos szolgálattal megjelentek a területen, és a polgárőrség is a lehetőséghez spontanitással tulajdonképpen igyekezett azért részt venni benne. A gyermekjóléti szolgálat egyeztető fórumán helyben, illetve Baktalorrendházán személyesen részt veszek, kölcsönösen tájékoztassuk egymást az aktuális feladatokra. A hármas régió tanácskozásán, valamint Kisvárdán megtartó szakmai találkozón részt vettem. Jó sikerű polgári napon vettünk részt Tiszavasváriból, szállítóeszközök, valamint a vendéglátást az önkormányzat biztosította, melyet tisztelettel megköszönjük. Több rendezvény biztosításával vettünk részt. Nyuszi futás, rendőrségei közös szolgálat, sport, egyházi rendezvény, falunap, mikulásfutás, farsang, minden szentek alkalmával fokozott szolgálat, ahol megtiszteltek és számítottak ránk, szinte mindenütt megjelentünk. Azt hiszem, hogy nagyon sokat találkozunk, elég aktívan működik a rendőrség, és a szolgálat során nagyon sokszor találkozunk velük, és személyesen is meggyőződnek azt, hogy tulajdonképpen teljesítjük a szolgálatot. Itt még meg kívánnám jegyezni, hogy több konkrét információt várunk a törvény szellemében az egységes varvárok UHA biztosításának megvalósításával. Valamikor felvetődött az, hogy sok volt a sárga ruhás, és összemosták a polgárőröket, a utcai embereket a rendőrséggel, és ezt nem tartottam jól, intézkedtek, megkülönböztető mellényt kaptak, ami tényleg felismerhető, hogy ki milyen egységnek, a egyesületnek a tagja és teljesít szolgálatot. És nyilvánvaló, hogy a jelenlegi alapszabály szerint, illetve vizsga a kérdések is benne van, hogy szükséges. Sokszor elmenjünk egy rendezvényre, és úgy fel vannak öltöztetve egyes polgárőr egyesület tagjai, mint a dandár tábornokokat látnék. Nincs nagy igényünk, de legyen egy egységes, megjelölt és felismerhető tulajdonképpen az, hogy ebben polgárőrök tulajdonképpen teljesítenek szolgálatot. Ígéretet kaptunk, én úgy látom, hogy padlásra kerül. 2012 évben kiemelkedő jó munkát végzett polgárőr. Tóth László, Zsiroks József párossával mondom, mert ezek egységes párokat alkotnak, ami időközönként új felvételesek elnek egy korrupt melfogásról, cselekvésnek olyan szolgálatot látnak el, ami megbízható, tartalmas és korrekt. Megemlíteném Bodorócki István, Juhász Gábor, Liros László, Szabó András, Nagy István, Juhász József, Csoma Árpád, Lancsák Gábor, Sós György. Kérem a tisztelt, én nekik is a munkát külön megköszönöm, és legyen egy olyan, mint hogy utánam katonák, utánam magyarok, az egyik versben idézve, mutassanak példát, és kérem szépen kövessék őket a
fiatalok és a többiek is, hiszen úgy tudunk tekintélyt szerezni, ha mi magatartásunkkal hívjuk fel a figyelmet, és még egy szerencsés dolgot mondok, hogy nagyon sok mindenben hátrányban van a falu. A bűnmegelőzésben a figyelünk előnyünk van. Itt mindenki mindenkit ismer, az idegen kocsi, idegen személy feltűnik, azt is tudjuk, hogy általában az áldozatot ott lesik ki, honnan el lehet hamar menekülni, és mindig kértem szolgálatban lévő polgárőrtársaimat, hogy legyen nálam egy kis notesz. Írják fel, és a gyanús mozgást nem sértünk ezzel állampolgári jogot, személyiségé vagy sem. De ha adott esetben van valamilyen esetleg esemény, cselekmény, akkor tulajdonképpen kiindul a gondnak nagyon jól megfelel. Kérem a tisztelt polgári társaimat, szervezzenek az együttségek tagjai bővítéséhez megfelelő a település biztonságára tenni akaró polgár őröket, hogy a jövőben jobb minőségi munkát végezhessünk. Végül megköszönöm minden polgárőrtársam lelkismert munkáját, további eredményes munkátokhoz, jó egészséget kívánok. Ez a megköszönés arra ösztönözze azokat a passzív embereket, akik mondtam, hogy van 20 aktív, és van, aki passzivá teszi, hogy próbálja követni, és akkor még eredményesebbé tudja tenni a munkákat. Én folytatom tovább a gazdasági beszámolóval, és akkor adom meg a lehetőséget a tisztelt vendégeknek, illetve a polgárőrtársaimnak, hogy esetleges javaslatokat, véleményeket elmondhassák. 2012-es évre, hát ez kötelező, annak ellenére, hogyha esetleg az ablakban van a pénz, azt mondja, hogy a Bakó úr meg a vezetők elmondják, hogy bármilyen pályázatot, költségvetése, elkészítése szükséges. 2012 évre 600.000 forintot terveztünk. Ha így végig sorolnám, hogy szolgálat, költségtérítés, közös szolgálat, rendőrséggel nagyon, mikor volt ez a havazás, akkor bizony nagyon összekaptuk magunkat, hiszen nem tudtuk, hogy kérnek, mikor lesz ránk szüksége. És azt hiszem, hogy a faluért felelősséget vállal az idős emberekért, nem tudni, hogy a megközelítési szempontjából, vagy betegség, mikor tudunk részre segít. Rendezvényekre 30.000 forintot terveztünk, biztosítás 10.000 forint, ez 3 főre szól, az adott szolgálatban lévő személyeknek. Dologi kiadás, terveztem 2 kerékpárt, mert a nyári időszakban költségkímélés szempontjából nagyon jó a kerékpáros szolgálat. Halk, csendes és rejtek helyen el lehet húzódni, sőt egyszer megjelölte itt a régió felős úr, Várdi úr, hogy találkozott kerékpáros szolgálattevőkkel, amit jónak tart, és azt hiszem ezt a hagyományt folytassuk. Oktatásra és egyéb költségekre, hát az egyéb költség, azt hiszem, hogy mindjárt egy kicsit kitelek itt az önkormányzat, az, aki jelentősen biztosítja nekünk a működés feltételeit. Tegnap volt a költségvetés elfogadása, és a költségvetésbe 500.000 forintot biztosít a polgárőrség működéséhez, ha remélem, hogy nem is lesz akadály, és folyamatosan fogjuk végezni. Jogilag rendbe tettük az egyesület hivatalos papírait, bíróságbejegyzés, alapszabály, bár itt halkan megszugom, hogy többször visszaküldték, de nem meg vagyok egyedül, mert bizonyos hiánypótlás kellett. Eddig még az ÉSZ-t is megnézik, hogy az ÉSZ-t, hogy van a pont, tehát így végezetű sikerrel, és ebben nagyon nagy köszönettel tartozunk a tisztelt jegyzőnek, aki ebben nagyon sokat segített, és ezután is megköszönjük a segítséget. Üzemelt költségre 421.890 forintot költöttünk. Önkormányzati utalás, hogy volt még 70.000 forint,
számlák kifizetése a jó sikerült polgárőrnap 35.600, sajnos nem volt tele, minimális volt a szállítási kapacitás, de még azzal se értek egyesek, úgyhogy még egy pár személy befért, de nagyon jól érezték magunkat. Fényhidunk az tulajdonképpen megrongálódott hosszú éveken át. Átvezetékeltük, vettünk egy plusz burát, hogyha ne talán eltörik, mert az a tapadómágnes egy olyan masszívan szinte elkapja az ember kezéből azt a burát. Nagyon óvatosan és trükkel kell feltenni, óvatosan kell feltenni. És akkor az a műanyag nem sérül meg. Biztosítást kifizettük, mellényt vettünk, ellentöltő van, akkumulátoros, ellenes, amit tölteni lehet. Én azt mondtam, hogy bármi ki mondja sokan, hogy van lámpája, de arra kérek mindenkit, hogy ez egy elég jelentős, a rendőrségnél van ilyen masszív, mert ezt a kezében veszi az ember és a súlyát megtapasztalja, mindjárt lesz egy magyar embernek méltó megjegyzése, hogy miért lehetne ezzel világítani. Ezt nem akarom mondani, hogy úgyhogy a dologi kiadásunk, hát így összességében összeadtam tulajdonképpen 600-2490, de ebből olyan nagyon nem tudunk fejleszteni szinte semmit. Egyre remélem, hogy csökkenni fog a üzemanyagköltség, és akkor talán az önköltség is, meg a kerékpáros szolgálat az fogja csökkenteni ennek a kiadásait. Én úgy gondolom, még annyit, hogy 2003-as évre is elkészítettük a költségvetést. Hát szinten tartás a bázis évet figyelembe véve terveztük meg. Hát reméljük, hogy egy kicsit a GDP bevétel nagyobb lesz, fejlődés, és abból több fog jutni. Úgyhogy bizakodjunk, reménykedjünk, hiszen a remény van meg utoljára, és ezekkel, ami most már nekünk fontos, le kell adni, ezeket mindent eleget tettünk. A vezetőséggel kapcsolatban felosszuk a munkamegosztást, meg fogjuk csinálni, és akkor leszólképpen, és arra kérlek, hogy folyamatosan így végezzétek a munkátokat, ha valahol megkeresitek, ösztönözni kell arra, vagy meg kell kérni, hogy járuljon hozzá. Hiszen menjünk, szembevételezzük a kereskedelmi egységet. A múlt héten is volt egy polgárőri figyelmeztetés, hogy a kereskedelmi egység hát nem volt olyan biztonságosan lelakatolva, és azt jelenti, hogy topban vagyunk, figyelünk. Ha több lesz az anyagi háttér, többször tudunk menni szolgálatba, és higgyétek el, hogy én nem akarom magamat fényezni, de nagy segítséget tudunk nyújtani a rendőrségnek. Nem itten a önvédelem meg egyéb dologra gondolok, itt, hanem a jelzőérték, és azt is tapasztaltam, hogy a rendőrség bármikor beszólunk, mindenkinél van, minden esetben tiszteletet tették, és a szükséges intézkedést megtették. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és mielőtt eltennünk szavazásra ennek az elfogadását, tisztelettel kérem, hogy akinek javaslata van, véleménye van, tegyétek. Tartsuk. Kívánni valaki, nehogy a sebek vacsora, jön, mert azért az is úgy jó, mindjárt fissel, hogy azt van. Kérdezem a tisztelt vendégeket. Kérdezem. Jani. Parancsolja. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a Polgárőr Egyesületnek azt a fajta segítséget, amit tavaly éve nyújtott a kisebbség önkormányzat részére, valamint a Ramosvállalat Színásság részére. Szeretném megköszönni külön a három polgárőr személynek, most neveket nem mondok, itt ülnek,
aki segített abban, hogy a főzést megoldották a Roma napon. Szeretném megköszönni a teljes polgárőrségnek azt a szolgálattevését, amivel szolgálatot adtak a rendezvényre. Külön megköszönöm a rendőrségnek azt, hogy a két szolgálattevésnél segítettek. És én azt gondolom, hogy amit elmondott elnök úr, az valóban igaz, és ki szeretném emelni Roma Csázát a véget is, hogy a lopás, valamint az a fajta viselkedés, ami volt korábban a Roma Csázi szilánkságnál, nem csak azért, mert jó a polgárőrség, azért is, mert valahol azt mondom, hogy az a hézak, ami betöltődött, az most már nem fokéjas, és én azt gondolom, hogy továbbra is fogjuk ezt az utat taposni és haladni azon az úton, amit a magyar társadalommal együtt meg tudunk választani. Ennyit szeretném elmondani. Még egyszer megköszönöm mindazokat, akik segítettek tavaly a Roma nap létrehozásában és a szolgálat előtte. Köszönöm szépen! Köszönöm. Van-e? Igen, nem, majd utána szabad elmondják a véleményt, és akkor... 2012-es évben többnyire én tartottam a frontot a polgárőrséggel való kapcsolattartást, úgyhogy néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni az elmúlt évi munkához. Először is én is nagyon szépen köszönöm azt az együttműködést, amit hosszú éves során tanúsít a polgárőr szervezet, hiszen tényleg, ahogy el is hangzott, áldozatos munkát vállaltatok önkéntesen, és valójában nem csak a rendőrség munkáját segítitek, hanem a településen élőket. Leginkább a településen élők azok, akik nap mint nap találkoznak veletek, és én úgy gondolom azt, hogy köszönő szavatok illetnek felétek, meg a rendőrség felé is, ezzel elismerik gyakorlatilag azt a munkát, amit ti önkéntes alapon végeztek. A változás szele elérte a polgárőrséget is, a rendőrségen is némi átalakítások zajlanak, az elmúlt évben viszont a polgárőrségnél is jelentős változások zajlottak. Új együttműködési megállapodást kötöttünk, jelentősen változott az a szerepkör, amiben ténykednetek kell. Kicsit elszomorít az, hogy a tagság gyakorlatilag kétharmada az, akire számítani lehet, egyharmad pedig csak van. Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen meg kellene keresni a településért tenni akaró lakosságot, lakosokat, hogy lépjenek be a szervezetbe, hiszen ebben a munkában, amit végeztek, egy érdemi változásnak kell végbe venni. Az elmúlt időszakban végbe ment a polgárőr vezetők vizsgáztatása. Ők már tapasztalták, hogy igen komoly feltételeknek kell megfelelni. Az a munkavégzés, amit végeztek, az nem csak abból fog állni, hogy kimentek, szolgálatba léptek és teszitek, amit vállaltatok, hanem jelentős adminisztrációval jár, úgy helyileg, úgy a rendőrség irányába is. Olyan emberek, olyan polgárőrökre van szükség, aki vállalja ezeket a munkákat. Én továbbra is azt mondom, bár az elmúlt évben elmaradt, hogy ezeket az új jogszabály változásokat, vagy módosulásokat, ugye szabálysértési törvény, büntetőtörvényű módosulásokat, amennyiben igényez rá, akkor próbáljuk leoktatni egy ilyen éjszakás vagy délutáni szervezés keretében, hiszen ezeket a változásokat meg kell ismerni a tagságnak is. A munkátokra visszatérve én úgy gondolom, hogy a mi munkánkat könnyítitek meg azzal, hogy ilyen jelentős számban szolgálatban vagytok, szolgálatba léptek, bár azt kell, hogy mondjam, hogy a második fél évben sajnos kicsit visszaesett a közös szolgálati ellátás. Ez annak tudható be, hogy a mi technikai feltételünkben olyan változások álltak be, hogy gyakorlatilag volt egy időszak, hogy egy Suzuki-nk maradt,
és igencsak nehezen tudtuk mi is a szolgálatot bevezényelni. Ez a változás viszont, ami most következett be ebben az évben, létszámbővítést kaptunk, technikai fejlesztést kaptunk, mind azt mutatja, hogy vissza szeretnénk élni, vissza szeretnénk hozni azt az időszakot, amikor több rendőr volt az úton, az utakon, úgyhogy polgárőrök közös szolgálatot teljesítettek. Remélem, hogy az új kollégák, akik most itt vannak és megismertétek, ők is partnerek lesznek ebben, hiszen mindenkinek célja a település közbiztonságának javítása, mint a Csáhány település közbiztonságának javítása is. Még egyszer köszönöm szépen a munkátokat, és remélem, hogy az a passzív egyharmad is ebben az évben azért aktivizálni fogja. És ha ez nem megy, akkor javaslom, hogy olyan embereket keressünk meg, aki vállalja ezt a tevékenységet. Köszönöm szépen! Én is üdvözlök mindenkit a rendőrség képviseletébe eljárva, és nem akarom túl sokáig rabolni az idejét senkinek. Annyit elnézést kérek, hogy az előbb ki kellett mennem, csak a szolgálatban lévő állománynak kellett segíteni, és az összes parancsnok itt van most a rendőrösség, úgyhogy kénytelen voltam kimenni. Az együttműködési megállapodás, ami már elhangzott, ha esetleg egy kis átfedés lesz a Jani mondani valójával, akkor elnézést megtenni, nem voltam bent. Tehát az együttműködési megállapodás az a megyei rendőrfőkapitányság vezetője Tarcsa Csaba ezredes úr, dr. Tarcsa Csaba ezredes úr részéről is megtörtént az ellenjegyzése, és én ezúton akkor az egyesület elnökének én ezt átadnám, ezt az együttműködési megállapodást, és akkor remélem, hogy ez alapján tudunk majd a továbbiakban is eredményesen együttműködni. És ahogy már a bűnügyi alosztály vezetője elmondta, valóban nekünk is az a tervünk, a rendészeti alosztályon vezetőjével, a Kovács Alezredes úrral, hogy a közös szolgálatok számát növeljük, és segítsük ezzel is a közbiztonság javítását, illetve fennmaradását, mert attól függetlenül, hogy Ramocsaháza község egy alacsony bűncselekmény számmal rendelkezik, mi tisztában vagyunk azzal, hogy a településen élők, nek a közbiztonsággal kapcsolatos vélemények nem csak a bűncselekmények száma befolyásolja, ha minden egyéb más szempont is szerepet játszik a biztonsági érzetének az alakulásába. Gondolok itt a közlekedési morára, tehát a motorozásra, az autóarralizásra, a hangoskodásra, ami még nem éri el a súlyát, a dolog, hogy mit tudom én, az bűncselekményt valósítana meg, de igenis irritálja a lakosságot és zavarja, és a rendőrnek pedig intézkednie kell ebben, hogy ugye ne legyen súlyosabb következmény ezeknek a dolgoknak. Az egyesület szolgálat szervezéséért felelős személy kérném meg arra, nem tudom, hogy ezt konkrétan ki végzi, hogy a közvetlen kapcsolattartás az a körzeti megbízottal a titkos úrral történjen már, mert Zoltánnak mi előre szervezzük a szolgálatát, és akkor ő tud olyan időpontokat megjelölni, megnevezni, amikor ez a közös szolgálat létrejöhet, és ahogy már az Zolá úr mondta, mivel hogy megfelelő létszám és technikai fejlesztést kaptunk február 1-től, aminek egyébként nagyon örülünk, mert sokkal könnyebbé vált a munkánk, ezáltal külön tudjuk választani a járőreink tevékenységét, illetve a körzeti megbízottaink tevékenységét és szolgálatát, és ezért is gondoljuk, hogy a közös szolgálatok is sűrűbben szervezhetők és eredményesebbek lesznek. Úgyhogy én megköszönöm a figyelmüket, és remélem, hogy eredményesebbé tudjuk tenni az együttműködésünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát egy-két dolog elhangzott, ugye én nem leszek valószínűleg az előttel a szóló, röviden leszek, de lényeget örül. Ugye szolgálatkezdés van. Itt tudni kell azt, hogy a rendőrség felé minden esetben be kell jelenteni a szolgálatkezdést. Be kell jelenteni a szolgálat végét, mikor történik meg. Erre azért van szükség, mert mindenkire kötve van egy ilyen biztosítás. Ha nehogy Isten két polgári szolgálatban van,
az egyik gépről gépkocsiból elcsúszik, eltört a lába, rendőrség felé nincsen bejelentve, biztosítónak elküldik az eseményt, ki kell fizetni, illetve kaphat kártérítést a polgárőr. Megkeresik a rendőrséget, hogy konkrétan mikor, ki, hogyan jelentette, hogy szolgálatban volt, vagy nem volt. Vagy volt egyáltalán szolgálat, tudnak-e róla. Ha ugye itt a szolgálatnál nincs bejelentve, illetve a rendőrség nincs bejelentve ez, hogy szolgálatban volt valaki, biztosítást el kell felejteni, nincs. Soha nincs eszély után akkor. Második. Szolgálatot minden esetben csak két személy állhat el. Olyan, hogy valaki egyedül van szolgálatban, olyan sincs. Aki egyedül van, az nem szolgálatban, az teljesen más úton jár, és más az óhaja, más az óhaja, hogy miért van egyedül. Nem lehet. Egy kérésem van, hogy szolgálat ellátása során mindenki kötelező a sárga mellében, vagy nevezik sárga mellének, ugye a polgárőrségi mellében. Jó, látom, hogy minden esetben viselni kell. Aki ezt nem viseli, az feltétlenül szégyeli, ha meg a szégyeli, akkor nem polgárőr. Nem tudjuk, hogy így. Elnök úrnak a kérdése, igazolvány csere. Hát most elmondom, a háromszám légió volt az, aki legelső megadta az igénést. Ugye azt nem tudni, hogy Demecsert vezetem. Nálunk ment a legelső körben, ugye Demecsert Ottován háza Girjánkó. És a miénk se érkezett még vissza. Kettőt, hármat kapunk. Van olyan ember, aki két hete küldtem el, az igazolvány itt van. Nem értik ezt, hogy gyártják, nem hajtunk, hogy ez az ország sok mennyi. Formaruha. Hát jelenben van formaruha, tervbe, de ahogy hallom, ez meg is fog szűnni. Úgyhogy úgy kell megoldani az egész dolgot, hogy az elnök úrnak, javaslani tudom, pályázni kell. Tudomásom szerint a Hánoszám régió volt az, aki az idén is, ahogy itt tavaly, a legtöbb egyesületet pályázott. Szinte azt lehet mondani, hogy majdnem mindegyik nyert is. És ebből lehet ugye formulát, illetve láthatósági mellényt is egyik felszerést vásárolni. Fényhíd. Egy hete sikerült egy fényhídra szerteni, 38 ezer forintba kerül. Láthatósági lettbeállítás, amit pedig nem ég össze a gépkocsi szivagyújtója, nem ég össze az autó. De ugye egy mágnes talpon ellátva, ebben is a csinálja van, mert a gépkocsom a tetején az tütőhöz lesz kvart, szóval egy kis homokéről áll vége. Ha meghallgatom ezt a sok közös szolgálatot, meg roppant örülök, egy kérdésem van viszont a polgárőr irányába. A polgárőr nem rendőr. Rendőr a szolgálatban, a rendőr intézkedik, a polgárőr biztosít, nézi, látja azt, hogy hogy intézkedik a rendőr. Ha ne találtam, ugye fogalmazom úgy, ahogy én még megszoktam annak idején, ha retekre szemben intézkedik, akkor nem kell kezdeni a bíróságon, hogy mit intézhet a rendőr, mit látott, ezt mondja. Hát nem azt látja a polgár, hogy legyen majka félve, hát a megrudosta, van az, hogy kezd az intézkedés, mit csinált a rendőr, beszélgetett vele, hogy kerül az intézkedés sorsor, és miért. Amikor ugye a polgár magában szolgálva is, nem magában, párosan a ketten, minimum, nem intézkedik a polgárőr. Egyet kell tudomásul van, ezt nem győzem hangsúlyozni, a polgárőr, a rendőrnek a szeme és a füle. Bárhol van, bármikor, bármilyen helyzetben, látja a bűncselekményt, telefon 107, 112, ingyenes szám. Ezt fel kell hívni, el kell mondani az ügyeletes tisztnek, hogy mit lát, hol van, konkrétan ő kicsoda a szolgálatban, ugye tudni kell azt, hogy ő szolgálatban van, vagy ők szolgálatban vannak. A rendőr legkésőbb 15 percen belül a helyszínen fog érni. Azt is tudni kell, hogy körülbelül május végétől lesz egy központi szám, ebben majd az anyának úr megerősít, ami 112. Ez lesz a rendőrség, mentő, tűzoltóság, mindenképp lesz. Úgyhogy minden esetben elgyakorlan 112-t, és akkor hamar célt fogunk érni. Ugye a pénzről volt még szó, most még mindig vissza tudunk eltérni, pályázik el elnökül, jó, de ebbe segítünk maximálisan. Köszönöm szépen. Köszönöm. További jó szolgálatot. Köszönöm szépen.
polgármester úr, elnök úr, tisztelt vendégek, tisztelt polgárőrtársaim, hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást. És engedjék meg, hogy Somogyi János megyei elnök úrnak a jó kívánságát tolmácsoljam. Én ma Budapesten volt, és remélem ért volna ide, még talán a belére sem, vagy a végére sem. Elnök úr a beszámolójába sok mindent felsorolt. Kezdte azzal, hogy a törvényben megállapított kötelezői papírmunka az mennyire megnehezíti manapság a Polgárőr Egyesület elnökeinek a munkáját. Hát igen, amikor mi találkoztunk a bíróságon valamikor Miklóssal, aztán 3-4 A4-es lapon elég volt az, hogy az ügyésznek leadjuk, hogy milyen munkát végeztünk. Ma már ez nem elég, hiszen talán ha tudjuk azt valamikor, hogy ez ilyen nehéz munkával jár, akkor kezdetén, 1520 akárhány évvel hozzá se fogunk. Arra szép lassacskán belementünk az erdélybe, nagyon reméljük, hogy nem vagynak benne bennünket. Persze szó volt itt az alapszabály módosításról, amit nagyon sokszor visszaküldenek, de olyanról is tudunk, amit meg sem tudnak, csak rányomják a pecsétet, aztán azt elfogadták, amik meg arról készülnek, amit elfogadtak, azokat meg visszadobják. És nem egyedül a polgárőrség van így, ezzel minden civil szervezet így van. Tehát ti kibírtátok várni, végét megvan, örüljetek neki, még sok egyesület várja ugyanezt ezt a happy endet. Én is az igazolvány cserékre csak annyit tudok mondani, hogy a megyének ehhez semmi köze, ezt a BM intézi, tehát, hogy mikor lesz belőle valamikor igazolvány, azt nem tudjuk. Ugyanúgy, mint ahogy nem tudjuk a formaruhát se. Hiszen a formaruhát is beharangozták ezelőtt 3 évvel, nagy hangzatosan, aztán nincs belőle eddig semmi. Hogy lesz-e belőle valami, én nagyon kékve fogadom már azt, aki még egyszer azt mondja, hogy igenis lesz. Sok helyen el szoktam mondani, Demeserbe is elmondtam, hogy 46-os lábam van, de ha már egy 44-es cipőt, amit ég adnak, felhúzhatnék, én bizonyisten sírva végig szolgálnék egy szolgálatot, de hát ez még nem megyen. És ahogy Laci említette a pályázatot, igenis pályázni kell, és abból a pályázati pénzből lehet ruhát vásárolni, és addig kell belőle ruhát vásárolni, ameddig azt mondják, hogy állj, ne vegyünk, mert ők adják a következő turnus. És akkor én nekem ezzel is van egy kis bajom. Én azt szeretem, ha a polgárőr színes, nem szeretem, ha tábornokok látszanak közöttünk, hiszen mi civil emberek vagyunk, de azért a civiltől mégiscsak meg kell, hogy megkülönböztessenek bennünket. De hogy színesek vagyunk, nem vagyunk egyformák, az nem baj, hiszen ma mi emberek se vagyunk egyformák, és mi nem vagyunk fegyveres testület. A fegyveres testületnél van egyenruha, nálunk maradjunk meg a kormaruhánál, és a kormaruha soha nem baj, ha nem egy kormaruha. Attól mi még polgárőrök vagyunk, és fogjuk végezni a vállalt kötelezettségünket. Együttműködési megállapodások tömkelegét írtuk alá a tavalyi esztendőbe, így a katasztrófavédelemmel, a Foskával és mindenkivel, és most legújabban újra a rendőrséggel, ami teljesen új alakra van helyezve. Visszatérve a katasztrófavédelemhez, én azt mondom, a mai minapját nálunk elnökségi ülésen egy alezredes, egy katasztrófavédelmes alezredes, és felhívta a figyelmét, és én is hagy tolmácsoljak tovább, hogy közeledik a tavasz, közelednek az úgynevezett gyújtási kényszerek, és közelednek az avartüzek, és nem vagyok. Tehát abban biztos vagyok, hogy egy-egy polgárőr, aki tüzet lát, azt nem tudom elképzelni, hogy ne adja tovább, ne jelezze, hogy tűz esett, amit ő látott. Erre kérek mindenki, nagyon figyeljen oda, és a környezetébe mindenki hívja fel a környezetének a figyelmét arra, hogy a tűz esett az borzalmas pusztítást tud végezni, egyetlen egy szál gyufa leégethet egy egész települést. Sokrétű polgárőrséget jegyeztem fel magamnak,
hiszen az egyesület sok mindent elvégzett. Itt nem is tudok neveket mondani, hogy hol vettek részt, mivel vettek részt. Na de hát meg kell szolgálni azért, amit dicséretesen megköszönt az elnök úr az önkormányzatnak, hogy belefektette ebbe az egyesületbe a pénzét. És én azt hiszem, és hallva a számokat, hallva a beszámolók, ez a pénz nem ment rossz helyre. A rendőrséggel való kapcsolat a tavalyi esztendőben, ahogy hallottam, igen jó. Én arra kérem a polgárőröket, hogy akikkel szolgálnak rendőrrel, úgy vigyázzanak rá, mint a két személyre. Hiszen az a rendőr, aki vele egy szolgál, az az ember, ha már oda vett a polgárőrt, megérdemli azt, hogy teljes melszélességgel kiálljon a rendőr mellett, és a rendőr csak becsületes ember közelítheti meg kézfogásra, tehát úgy, ahogy Laci, hiszen nekem is ez a szlogenem, hogy a retek az még csak véletlenül se, és szóba be nem márthatja. A rendőrséget viszont arra kérem, hogy használják ki a legmesszebb menőkig ezt az ingyen és bérmentesen előjük tároló embertömeget, hiszen ezek az emberek, ha már másért nem, ezek becsületesek, és becsülettel szeretnének segítséget nyújtani a rendőrségnek. Elnök úr említett valami ennivalókaját, tehát akkor nem is húznám korán a részét. Még annyit, hogy szeretném megköszönni a feleségeknek és hozzátartozóknak, hogy részesei voltak ennek a munkának. Szeretném megköszönni mindenkinek a 2012-es év elvégzett munkáját. Szeretnék kívánni mindenkinek a munkához erőt, egészséget, magánéletbe boldogságot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Tiszteletek, köszöntök mindenkit, hát ha maradtam, hogy két dolog nekem is. Hát legelőször is a polgári igazolványok összebiztosságával kapcsolatosan, abból merek ebből véleményt mondani, mert két évvel egész napon bennük a már nem egész napon, mert egy kicsit változott a felállás. Tudom, hogy az elmúlt két évben körülbelül 150 darab olyan igazolás igénylő lap, nem lap, hanem adag érkezett vissza az Országos Szövetségből, amit azokra hibákra vezetnek vissza, hogy ha valakinek például három neve van, hogy Kovács János Gyula, és a Kovács János írja be, a gép nem tudja fogadni viszont be. Ez egy új passzívó rendszer, korábban a másik rendszer volt. Ez olyan kényes, hogyha egyetlen egy betűt számítanak, akkor nem írják be, akkor eleve nem fogadja. És ez az egyik dolog az, amikor egy törvényesbe, hiába küldjük el 30 darabot egy-egyes lettő, ilyen hibák vannak ebben benne, a dokmányirodából ugye rendben van, de már a külön más dolga volt, mert mondtam, hogy a személyigazolvány alapján ellenőrzik a dokmányait a polgári jelöltnek, illetve a polgárőrnek, de már amikor én kijöttem saját magam bent az irodában az igazolvány igénylő lapot, és nem úgy írom fel, mint ahogy az én dokmányaim vannak, akkor ilyen anomáliák előfordulhatnak. Ettől függetlenül még mindig igazolom, másik dolog, hogy anomáliák vannak benne, mert nem tudni milyen rendszerben fogadja az országbeli igazolványokat is, hogy jönnek vissza. Nem ő rajta Kitti, hanem amennyiben tudja folyamatosan csinálni, tehát ő rajta nem sok minden bulik. Amikor meg megérkezik, akkor rögtön szól az egyesület elnökünknek, hogy jöjjenek és cseréljék. Sajnos nem lehet megtenni azt, hogy ezt kiküldjük és majd akkor valamikor visszakerül, hiszen előírás az, hogy van meg a rendszer, csak akkor lehet adni, hogyha csere megy az ebben régi beszélik és a másik van egy megyei honlapja a megyei polgári szövetségnek, az összes polgárőr segített fel, hogy rajta, mint szolgálati szabályok, etikai szabályok és a legutóbb, amiből már a vezetők vizsgáztak a polgárőr alapismereti szakjegyzet. Ez körülbelül két hete, három hete van felpakolva rá, gyakorlatilag korábban ismertek, ennek az alapismereti oktatási és azok a felül vizsgát tettek, ahelyett van egy új szakjegyzet. Ebben a polgárőr törvényből adódó összes változások mindben van rakva, és a legvégén különböző melegtető vannak a polgári ruházatról, gépkocsiról, fényről, mindenről.
nagyon jó tanács, mindenkinek meg lehet mondani, hogy nézegesse meg, körülbelül 110 óra, és a polgárőr honlapokon nézegetik, hogy sok minden rajta van. Ugyan rajta van a pályázatok kezdve minden dolog, tehát minden információt rajta, azon keresztül meg lehet találni. A közös szolgálatok kapcsolatban a főkapitányoknak is az álláspontja a rendőrözésnek, hogy nem feltétlenül indokolt, hogy egy gépkocsi vagy egy tévben üljön be a polgárőrbe a rendőr, az is közös szolgálatok, hogy azonos kezdődésen egy polgárőr gépkocsi vagy polgárőr páros szolgál itt a másik abon, de egymás telekményéről tudva, egymással kapcsolatban lépője, azonos településen a szolgálat, az is közös szolgálatnak minősül. Az a lényeg, hogy ahogy elmondták itt előttem, a párazóktól kezdve sok minden jászlóvicsót, tudjanak egymásról a polgárőrök, és a polgárőrök szolgálatára tudjanak a törzsgépítő fordítva. Láthatóságról még én annyit tennék hozzá, hogy tudom, hogy mindenki van mellénye, nagyon fontos dolog, de a polgárőrök szolgálat megkezdésekor azért is érdemes felvenni láthatósági, mert sosem tudja a polgárőrök, mikor találkozik egy abban is helyszínébe, amikor neki azonnal lépni kell, nincs idő, kerüljön a mellé, főleg korlátozott állás, viszont nem van a szerencsét dolog, hogy előtték a biztosítás során a polgárőr. Van a főkapitányoknak egy kérdése, tavaly kezdte ezt, hogy álljon el annak a mozgalomnak az élén a polgárőr, hogy a kerékpáros közlekedés során csak szabályos, szabályosan felszerelt kerékpárral és láthatósági mellényen kerékpárral a polgárőr is a szolgálata során, a munkája során, a beszélgetése során ezt provokálja, hiszen rengeteg sok kerékpáros harmadik közúton, az a harmadik legtöbb baleset, és ezt vállalja fel a polgárőr. Itt is tudom, van kerékpáros szolgál, több helyen is kaptak kerékpárt, és hivatalos tény szolgálnak vele. Tehát ennek a közlekedés során próbáljuk a polgárőr ezt a lehetőség szerint úgy betartani. Annál is inkább, mert ha baleset áldozata válik a polgárőr, hogy nem szerencsés semmiféleképpen, és minden egyes polgárőr a szolgálata leteltével, ha beválik a lánya. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy lesz kedvezen is megszólalni a polgárőr társak közül is. Hát ez a polgárőrség már több mint két évtizedes múlva tekint vissza, és önkormányzatunk az elmúlt időszakban folyamatosan tudta, és egyébként minden lehetőség például a támogatni a polgárőrséget. Tettük ezt paráspénzzel, tettük ezt különböző juttatásokkal, eszközökkel és olyan dolgokkal, amelyekkel az önkormányzat rendelkezett. Színesen tettük, hiszen a jelenlévő és ugye nagyon sok ember megfordult meg a polgárőrségben, azok, akik ezt a szolgálatot szívesen vállalták, azok szabad időben este, éjszaka látták ezt a szolgálatot, amiért én most itt mindenkinek köszönhetem a fejezetként, és remélem, hogy ezek a nem aktívnak, akik is aktívá válnak, és ez a 34 fő, ez 34 igazi aktív tagot fog jelenteni, de ha nem, akkor valaki már felhozta, hogy akkor hát jár szüntetni azt a tagságot, aki ezt nem látta, és olyannak kell feldönteni, aki képes arra, hogy segítse a közösséget ennek a szolgálatnak a minél szélesebb ellátásában. Rekord összeget adtuk az elmúlt évben a polgárőrségnek, így talán még egy évben sem tudtunk juttatni. Nem jelent ez, hogy ez a szám tovább fog bővülni, hiszen ismerve a feladat finanszírát és az ország helyzetét, az önkormányzatok helyzetét, ez nem fokozható ez a támogatás, de minden lehetőséget megragadunk arra, és köszönöm a ajánlatot, amikor a polgárőr szövetség ajánlatot tesz, és rendelésre ajánlatot tesz arra, hogy pályázzunk. Most már minden elhárult, minden akadály elhárult a pályázásból, hiszen bejelentett a civil szervezetünk, és így reményeink szerint mi ezért is megadunk minden segítséget, hogy olyan pályázatot készítsünk el, amellyel bővítettük ezt a támogatási lehetőséget, és akkor az a régen óhajtott egyenlő ruha, vagy megkülönböztetett ruha is rendelkezés állhat, de ehhez stabil polgárőrökre van szükség, olyanokra, akik a magot jelentik, azok, akik itt folyamatosan szolgálatot teljesítenek, és akkor nem hiszem, hogy munkat fog okozni ez a
én kiadok mindenkinek a bioszolgálatot. Azt mondta, hogy a feleségeknek a türelmet, mert ahhoz türelem kell, hogy ugye éjszakákat együtt, vagy egyedül legyenek. Én azt kívánom mindenkinek, hogy jó egészségben lássa ezt a munkát el, és jó szívre. Köszönöm szépen, a vacsorázatot szeretném. Köszönöm. Igen. Azért nem szavaztattam az előbb, hogy hát lesz olyan javaslat, amit bele kell építeni, és akkor azzal együtt fogadjuk el. De még előtte meg kell válaszolnom a kérésekre. Köszönetet mondott a Baruk Gyula, jó szervezet volt a rendezvény, helytártunk. Olá János, elégedettségét fejezi ki, valóban jó volt a kapcsolat, rövidebb, pörgősen mondom. Azért ezt a 2207 órát teljesítettünk, ki van gyűjtve. Ezt lebontanám személyre, nem is akartam, azért ezt valakinek nagyon nagy elismerést kellett volna kifejeznem, de remélem, hogy a passzivitás ezzel megszűnik, és akkor még több lesz, és egyesekre kevesebb, vagy éppenséggel még többször fogok szolgálatba. Nagy József, parancsnok úr, együttműködési megállapodás, ebben feltételek, vállalások szerepelnek, igyekszünk betartani és betartatni, hiszen csak így tudunk szabályosan együttműködni. Váradi, még a KMB-sel a titkos úr nagyon-nagyon aktív, sokszor megkeres, kéri a véleményemet, jó a kapcsolat. Talán az utóbbi időben a személy az, aki tényleg ezt a kapcsolattartást minőségileg is, meg formálisan, tartalmilag is tartsa velünk. Én azt mondom, hogy jövőben is így legyen ez a munka, és kölcsönösen tudjuk egymást segíteni. A pályázattal nem csak ez a, mert be voltunk jegyezve régebben is hivatalosan, minek nem szólt meg, de az új felállásra keretett, APEC-kal még avval vannak rendjéink, be kell az adóbevallás, folyamatban van, úgyhogy iskolával megkössük az együttműködési szerződést. Folyamatban, úgyhogy ezeket mindegyiket megtesszük és fogunk pályázni. Ígéretet kaptam a jegyző úrtól, hogy segít ebbe, és azt hiszem, hogy már felajánlottam, mert fejsékenek 50%-os sikerre indulunk. Jászló és László úrnak az, hogy a feltétel tulajdonképpen az ugyanannyit mondanak, hogy bejegyzés minden megvolt, nincsen itten tulajdonképpen most már helyreálltunk, a régi idők tulajdonképpen nem most már lassan el kell felejteni. Új szelek döngetik az és magyar fáradt. És ebben nekünk fel kell venni ritmus, akarjuk, ha nem. Ha nem, akkor működésképtelenül válunk. Bakó Károly úr az igazolvány cserével ugyanazt elmondta, a rendelés úr, és egyetértek, azt mondom, hogy ez az anomália nem csak részvényben fennáll, és kétel, hogy most vagy népsor szerint, vagy nem tudjuk. Akkor Simon József úr, jelentem, határozottan kimerem jelenteni, hogy a polgármester úr minden egyes kérésünket az adott lehetőség szerint teljesítette. Anyagi gondunk nem volt, szolgálat nem volt akadályozva, hát megbeszélve, és remélem, hogy ez a forrás nem apart ki, hanem még tulajdonképpen bővülni fogok, hát reménykedünk polgármester, és köszönjük ezt a elő, azt, amit eddig is tulajdonképpen nyújtott az önkormányzat. Én azt hiszem, hogy ezzel megválaszoltam mindenkinek. Kérek most egy szavazást, aki elfogadja a pénzügyi beszámolót, a költségvetést, illetve az évértékelő beszámolót, azt kérem, szavazunk. Igen. Ellenszavazat. Tartózkodás. Megállapítom, hogy a beszámolót egyhangulag a jelenlő bolgárjutársak elfogadták. Még annyi tehető van, hogy a új tagok felvétele. Hál' Istennek egy olyan aktív hölgyel, bővül a tagsága, polgárőrök tagsága, személy szerint a Cseker Marianne, Márdi, nem mutatott olyan, hogy éppen ő az, aki, kérem szépen azt, a vezetőség ajánlja a tisztelt közgyűlésnek, nyilvánvaló szabályzat szerint közgyűlés leheti fel. Hát kérem, ezzel kapcsolatosan is szavazzunk, hogy felveszük el új tagnak, mert akkor válik hivatalossá, hogy a kérdés megszavazza. Köszönöm, egyértelmű,
és még van egy teendőnk, tudnilik. Felvetődő többször, de ami folyamatban van, hogy a kisebbség részéről jó lenne, hogyha lenne olyan aktív polgárőr, aki tulajdonképpen azon a periférián, meg kibővítve, ennek megfelelő tevékenységet látna el. Én ezelőtt felvettem hat kisebbséget tartozó szemét, aki nem én zártam, mert csak a közgyűlőzáros, aki vagy önmagát kizárja. Mert tulajdonképpen nem jöttek szolgálatba, szolgálatot, vizsgát nem tettek, ez a feltétele, az okmányirodában nem mentek el, tulajdonképpen akkor miről beszélünk, arról, hogy egyszerűen már többször, de viszont áldásunkat még a kizárása nem adta a közgyűlés, ez úgy hatály, annak ellenére, hogy önmagát kizárta, felsorolom a neveket, és akkor erről szavazzunk, K.T. Jelé, K.T. Zsolt, K.T. Robert, Kalamb Péter, Csoba Bertalan, Csaba nem adta az okmányirodába a szükséges papírokat, tehát ingyen lehetett venni, és ingyen kapták meg a lehetőséget, és azért mondom, hogy ott azokat az adatokat küldtük el, amit ottan tulajdonképpen hivatalosan a személyigazolványt elérhető levettek, a tévedés emberi dolog. És itt bizonyosodik be, hogy én mindent megtettem, de nem elég, kérem szépen, csak felvenni a mellét, hanem tevékenykedni kell, önként vállalt feladat. És azért kérem, hogy szavazzunk, bár önmagukat zárták ki, de megnevezett személyeket tulajdonképpen kizárjuk a polgárőr egyesület tagjai közül. Kérem, szavazzunk! Azt hiszem, hogy egyértelmű, ellen szavazott, tartózkodás nem volt. Ezek után osztom a hivatalos dolog végén értünk. Én mindenkinek megköszönöm a jelenlétét, és kívánok mindenkinek jó étvágyat a vacsorához, és azt is megköszönöm, hogy megtiszteltek bennünket, és eljöttek, úgy a rendőrség részvényt a vezetésért. Remélem, hogy jövőre ugyanennél az asztalnál találkozunk, és még az eredményesebb munkára beszámolni. Én ezzel a hivatalos részét bezárom, és az ünnepélyes vacsorák között lehet társalódni kultúráltan, és ezzel kérek egyébként. Azt már nem az én feladatom. Igen. Kérem szépen a vezetés, a megyei vezetés előre kikért névsor szerint, megjelölt személy szerint jutalomba akarja részesíteni, és akkor mondja tisztelt Jászlis László, ki ezek a személyek, és egy csekély ajándékban részesíti a munkáját. Mindenkinek nem tudtunk adni, de sorra kerül mindenki, csak igen, kérem szépen. Tisztességes munkával érdek. Parancsolja! Köszönöm szépen! És ahogy az elnök úr mondja, a Megyei Polgárőr Szövetség elnökségének nevében szeretnék átadni fázadat tárgyutalmat, és szeretném szólítani Juhász Gábor. Másokkal egy kis, és jövőben remélem, hogy ugyanúgy egy sorba fognak állni.